Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Valamikor a század elején az akkor még Vilma királyné útjának nevezett Városligeti fasorban épült a budapesti zsidó hitközség egyik legismertebb fiú árvaháza. Itt találtak otthont, menedéket a háború előtt és után szülők és család nélkül maradt gyerekek. Az intézmény egykori lakói elhatározták, hogy megkeresik egymást. Világtalálkozót szerveztek, így a föld négy sarkából összesereglett hajdani fiúk és lányok évtizedek után újra találkozhattak egymással Budapesten. A sokrétű program a hitközség Síp utcai épületének patinás dísztermében kezdődött. A résztvevők itt találkoztak először. Voltak, akik rácsodálkoztak egymásra. Másoknak nem volt nehéz felismerni a régi barátot, pedig a legtöbben nem találkoztak azóta, hogy kikerültek az árvaházi falak közül. A majd 50 esztendő távlatából talán nehéz volt újra felismerni a gyerekkorból megőrzött arcvonások emlékét. Mégis egy régi fénykép vagy kimondott becenév segítségével hamar egymásra találtak a régi barátok. A felekezet története szempontjából jelentős az, hogy most egy olyan intézményre emlékezünk, amely megpróbálta betölteni óriási feladatát. És ezért most szabadjon külön is szólni és köszönteni még a fasori intézet oktatói karából Isten kegyelmében közöttünk lévő Wolf Imre tanár urat. A második nemzedék tanári karából itt látom Szántó Tivadar igazgató urat, akit szeretettel üdvözlök. A szomorúság és a tragikum mellett felemelő és szép emlékeink is vannak az ifjúságunkból. Én kívánom, hogy ezek a szép emlékek most elevenjenek meg önök előtt. És így kívánok önöknek le sanatová egészséget, áldott, boldog új esztendőt! Az árvaház épülete az egykori Vilma királyné útján, a Városligeti fasorban áll ma is. Az eltelt évtizedekben sok minden megváltozott, kívül és belül egyaránt. Itt egyébként ma üzem működik. A világtalálkozó résztvevői ide valamikori otthonukba látogattak. Legtöbben nem egyedül. Sokan családjaiknak, gyerekeiknek, unokáiknak is meg akarták mutatni életük egy korai szakaszának színterét. A ház külső falán emléktáblát helyeztek el. Emléktábla avatásra jöttünk össze, mi régi árvaháziak, volt növendékek, pedagógusok és különböző tisztségviselők. Mi árbakánfasz hárec a világ négy tájáról, hogy emlékezzenek és hitet tegyenek. Vannak itt fiatalok, idősek, más-más nemzedékek tagjai, de akik valaha is éltek-e falak között, azok tudják a legjobban, hogy az árvaház nem csak épületet, köveket jelentett, hanem mindenek felett szellemet. Ezt a szellemet pedig az együvé tartozás tudata, a közös sors, az egymás iránti kölcsönös tisztelet és megbecsülés határozta meg. Az árvaház történelme párhuzamot mutat a 20. századi magyar zsidó közösségek történelmében. Mi volt árvaházia. Bárhova is vett a sors bennünket, soha nem fogjuk elfelejteni Budapesten Vilma királyné út 25-öt. Itt él bennünk a múlt, annak jó és rossz emlékeivel. Köszönjük önöknek, hogy eljöttek ide is találkozhatunk. Az emléktábla avatás alkalmával kívánok önöknek sok szerencsét, erőt és egészséget, és engedje meg a mindenható, hogy így gyakran találkozhassunk. Az emléktábla azt üzeni az utókornak, hogy az árvaház egykori lakói hálás szívvel gondolnak nevelőikre, egykori sorstársaikra és a holokauszt után itt töltött hónapokra, évekre.
Az épület belső részében járva talán könnyebben megelevenedett a múlt. Bár a lépcsőház már csak itt-ott emlékeztet a régi árvaházra. Az emeleti étkezőnek is más volt a funkciója. Igazgató, mikor volt itt először? Én 46-tól 50-ig éltem ebben az épületben. Ez volt a zsinagógája az árvaháznak, természetesen sokkal nagyobb volt. Itt tőlem jobbra volt a orgona, itt volt az árvaház kajdes, tehát a fritzekrény, és mi 13 éves gyerekek minden nap onnan mondtuk a kádist, az árvák kádisát. Mögöttem volt a karzat, a női karzat, de hangsúlyozom, még egyszer ekkora volt ez a templom. Egyébként döbbenetes szinte 50 év után ebbe az épületbe bejönni, és látni ezt a rombolást, ezt, amit itt csináltak. Több százan voltunk, hiszen akkor még az a korosztály is itt volt, akik a holokausztot megelőzően itt éltek, és hát utána az első feladata volt a korabeli hitközségnek, hogy összeszedje a szülők nélkül maradt félárvákat és árvákat. Önre hol találtam? Pesten szabadultam fel a Dob utcába, a gettóba, majd egy évig egy Bönéa Kivás, tehát egy vallásos cionista intézetben nevelkedtem, és miután akkor még a családom reménykedett, hogy a szüleim hazajönnek, nem engedtek aliázni, és ebből a csoportból én maradtam itthon egyedül, és akkor kerültem be az árvaházba. És hová került ki innen ebből az épületből? Hát az államosítás után, amikor, illetve államosításkor végeztük mi a 8-at, és hát nekem apámnak egy testvére élt, és végül is hát ő nevelt fel, utána ott éltem belőle. Innen indult, és egy egészen csodálatos kitüntetés kapott nem is olyan régen. Én mindent ennek az intézménynek, a korabeli pesti izraelita hitközségnek, és a mai jogutódjának, a budapesti zsidó hitközségnek köszönhetek. És amikor a köztársasági elnök úr átadta ezt a magas állami kitüntetést a múlt hónapban, a Magyar Köztársaság tiszti keresztjét, akkor is elmondtam, hogy én elsősorban a közösségemnek mondok köszönetet, hogy a bizalmukból ebbe a pozícióba lehetek, hogy valamit tudok tenni a közösségért. És talán egy kicsit szerénytelenség, de amikor engem 87-ben a hitközség kért, hogy jöjjek ide dolgozni, már a Sip utcába, nem lifttel, hanem gyalog mentem fel, és elég kellemetlen kimondani, de könnyeztem, hogy én valaha itt dolgozhatok. Az épület hátsó része és udvara eredeti állapotában maradt meg. Ha ránéz ezekre az ablakokra, akkor gondolom nagyon sok minden eszébe jut azokból az évekből, amit itt töltött. Igen, 1944. október 23-án, amikor a nyilasok elrendelték, hogy mindenkinek gettóba kell menni, én 9,5 évesen eldöntöttem, hogy engem nem zárnak be Kalodába. Ide kerültem a fiú árvaházba több nagyon jó ismerő segítségével. A derékon alévő hajamat kopaszra levágták, és fiúként, az öcsémnek a papírjaiként itt éltem. 44. október 23-tól 44. december 24-ig, amikor a nyilasok szenteste napján a gyerekeket, 200 gyereket elvittek a Dunába. Ez a oldalt, amit volt, ez rom volt, le voltak a második vagy harmadik szőnyeg bombázás után a rombokon keresztül a régi volt lakásomba elszöktem. Én bátornak és hősnek éreztem magam, aztán évtizedek után jöttem rá, hogy tényleg az voltam, mert gyerekfeje nem éreztem a veszélyt. És én nagyon sokszor járok erre a területre, és mindig megsimogatom a falakat, mert tulajdonképpen akik itt megmenekültek, akik itt éltek, azok mind majdnem mind itt vannak, mert az árvaház egy óvó, védő kezet nyújtott, nem csak fizikai értelemben, vagy hitéleti értelemben, hanem igazi apa-anyaként a tanároktól kezdve. Itt volt nem zsidó tanárok is, a Lisznyai tanár úr, aki a gyerekeknek cipőt, ruhát, mindent adott, ami elképzelhető volt. Mindenkinek volt beceneve? Mindenkinek volt neve, csúfneve, beceneve, jó, rossz értelemben, de senki nem sértődött meg, mert ez erőt adott, hogy egy kicsit humorral átvészeljük azt, amit muszáj volt átvészelni. 50 év után is borzong a hátam, de hogy élünk, és ez nagyon sokat jelent. A péntek esti istentiszteleten, a Hősök templomának padsoraiban olyanok is imádkoztak, akik gyerekkoruk óta nem lépték át a zsinagóga ajtaját, mivel nem élnek Magyarországon. Haja benis haj, bés halach mi, korvo elnavesi Thank you.
Jövő rechecho adajnói, ve ismerecho. Jó ír adajnói punovi lecho, vichuneko. Jiszu adajnói punovi lecho, ve jó szém lecho sólaim. Isten, aki megmentett és megtartott benneteket, őrizzen meg továbbra is. Fordítsa felétek az ő arcát, árassza kirejátok fenséges mennyei szeretetét, hozzon nektek, valamennyiünknek, egész Izraelnek békességet. Amen. Napközben a Bálint Közösségi Ház adott otthont a világtalálkozónak. Itt kiállítást is rendeztek, régi dokumentumokból, fényképekből. Talán többen magukra ismertek, de valójában mindenki nagy érdeklődéssel nézegette a dokumentumokat. Belsőséges beszélgetésekkel idézték fel a régi emlékeket, és humoros műsorral zárult az együttlét. A világtalálkozó végén néhányan kamerán elé ültek. Hajdani emlékekről és friss benyomásaikról beszéltek nekünk. Én voltam 49-ben a legkisebb gyerek az intézetben. 5 éves koromban kerültem be, és ott voltam 57-ig. Abszolút csak jó emlékeim vannak, szóval semmifajta olyan sérülés nem ért, amire rossz kedvel emlékeznék vissza. A társaimra, a tanáraimra, szóval kimondottan egy kellemes jó érzés, az, hogy tudom, szóval azt hiszem, hogy rászoktattak a fegyelemre, már jó értelemben, rászoktattak az együvé tartozásra, rászoktattak az egymás iránti elkötelezettségre. Az egykori árvaházi fiúkkal ön nem először találkozik itt mondjuk 50 év után. Délután azt említette, hogy Amerikában is, sőt Kanadában is találkoztak már. Az első találkozó volt a nagyon megható, de ez a találkozó azt hiszem a legmeghatóbb, mert itt Rélin azok, akik nem engedhetik meg, hogy Magyarországról eljöjjenek, és mi itt újra találkoztunk, ennél nagyobb boldogság nem lehet. Amikor itt találkozott a többiekkel, mire gondolt először? Az, hogy nagyon megváltoztak, hogy nagyon sok idő telt el, vagy pedig olyan, mintha... Arra gondoltam, hogy mind megöregedett csak én. De egyébként éppen ez volt a feltűnő, hogy ez a korosztály, tehát az enyém, az a 63-66 közötti körülbelül. Egy rozog ember sincs köztük. Szellemileg mindegyik friss, fizikailag is. Kitűnő állapotban vannak, független attól, hogy Magyarországon élnek, vagy Egyesült Államokban, vagy Ausztráliában, vagy bárhol. Az azt jelenti, hogy egy életvitelt, egy életformát is el lehetett ott sajátítani? Feltétlenül. Az árvázban ki kellett, hogy alakuljon egy igen jelentős alkalmazkodási készség. Tehát erre feltétlenül szükség volt ahhoz, hogy az ember egyáltalán talpon tudjon maradni. Szerint mikor fognak legközelebb találkozni? Nem biztos, hogy következik, hogy lesz második, vagy sokadik. Szóval végül is ez a nemzedék, ez el fog menni. És reményeim szerint nem kárhoztatnak árvák hasonló sorsra. Úgyhogy lehet, hogy megőrzi valamilyen módon az emlékezet azt, hogy volt egyszer egy zsidó lány és fiú árvaház, mert a lányárvaházról mindig megfeledkeznek. De ez a vége is. Az árvaházi világtalálkozó résztvevői a vasárnap este kezdődő nagy ünnepek alkalmából is köszöntötték egymást. Mi Domán István főrabbi gondolataival kívánunk Önöknek minden jót a zsinagógai naptár szerinti 5756. esztendőben. A zsidó új év a Rosh Hashanah közeledik. Ez az idő, amikor válaszolni kell a kérdésre, kik is vagyunk mi. Mindenkinek fel kell tenni ezt a kérdést önmagának, mert a zsidó új év nem mulatozással, hajnalig tartó vígsággal kezdődik, hanem bűnbánattal és magunkba szállással.
Ebből következik, hogy arra a kérdésre, ki vagyok én, nem társadalmi vagy gazdasági pozíciónk megnevezésével kell válaszolnunk, hanem erkölcsi magatartásunk vizsgálatával. Nem státuszszimbólumainkat szükséges felsorolni, hanem morális státuszunkat számba venni. Ha őszintén próbálunk erre a kérdésre válaszolni, akkor sokunkban támad identitászavar. A régi rabik is ismerték ezt a problémát, de ők úgy nevezték, hogy Hesbon ha néfes, lélekvizsgálat, lelki számadás. A lelki számadással kapcsolatban a Talmud ad útmutatást nekünk, amikor két kérdést tesz fel. Tudnod kell, hogy honnan jössz és hová tartasz. Az első kérdésre nyilvánvaló a válasz. Mi zsidók egész az ősatyákig tudjuk visszavezetni rokkonságunkat. Rájuk hivatkozunk imáinkban, de ez a származás kötelez bennünket a velük való összehasonlításra. Mit őriztünk meg az általuk ránk hagyott parancsolatokból, útmutatásokból? Maradt-e bennünk valami az ábrahámi hitből, az izsáki önfeláldozásból és a jákobi jámborságból? Őrizzük-e még a nemes zsidó ideálukat, a szülői tiszteletet, a felebaráti szeretetet, az erőszakról való lemondást? Ezekre a kérdésekre adott válaszokkal felelhetünk a másik kérdésre is egyben. Tudjuk-e, merre tartunk? Identitásunk megőrzésével a zsidó ideálok irányába haladhatunk. Fenntarthatjuk 4 évezredes nemes tradícióinkat. Ebben az esetben nálunk sem szakadhat meg az az ősi lánc, amely mindig összefűzte az újabb és újabb generációkat. Imáink áhítatából tudjuk magunkat képessé tenni történelminek is nevezhető feladatainkra. Reméljük, hogy az előttünk álló nagy napokban eleget tudunk tenni hitünk elvárásának, és imáink meghallgatásra találnak. Ehhez kívánok mindannyiunknak köszíve vaha szímotajvot, hogy az eljövendő 5756-os év boldog, sikeres, nyugodt és békés legyen. Amen.